Köszöntöm Önöket! A Vasi Kaleidoszkópot, a Vármegye magazinját látják. 14 milliárd forintos keretre pályázhatnak a civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési Alapban. Ingatlan felújításra, gépkocsi vásárlásra, programszervezésre, működési költségekre nyerhetnek támogatást az egyesületek, alapítványok. A miniszterelnökség munkatársai tartottak tájékoztatót a pályázati tudnivalókról a megyeházán. Civil szervezeti vezetőkkel telt meg a megyeháza díszterme a kedd délutáni fórumon, amit a hegypásztorkör és a Vasvármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársai szerveztek a miniszterelnökséggel közösen. Vasban erős civil háló működik, mondta köszöntőjében Kondora Bálint, a Vasvármegyei Közgyűlés alelnöke. Hozzátette, egy jó egyesülethez kell egy jó cél, egy elhivatott vezető, lelkesedés és megfelelő anyagi forrás, utóbbit biztosítják a pályázati lehetőségek. Vámos Zoltán főispán arról beszélt, hogy közel 1600 egyesület, alapítvány működik a vármegyében, amelyek széles palettán dolgoznak. Munkájukért köszönet jár, megérdemlik a támogatást. Majd a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár foglalta össze az idei pályázati eljárás főbb tudnivalóit. A keretösszeg tavalyhoz képest nőtt. Alapvetően egy jelentős növekmény van benne, 11-ről 14 milliárdra, tehát 3 milliárdos növekmény. Ez jó dolog, ez azt jelenti, hogy minden válság ellenére a civil ügyek azok működnek és jól haladnak. Október 2-án 14 órakor írják ki a Nemzeti Együttműködési Alappályázatait, a beadványokat november 2-áig várják. Változás tavalyhoz képest, hogy megszűnik a 150 ezer forintos kompenzáció, amit a sikertelen pályázatokért fizettek. Ezzel csökken az adminisztrációs teher, és 800 millió forint kerül vissza az alapba. Az egyszerűsített támogatás felső határa 350 ezerről 400 ezer forintra nő, 3 millió forint pályázati támogatás alatt pedig egyszerűsített elszámolást vezetnek be. A civilek gépkocsi és ingatlan vásárlásra, felújításra, programszervezésre, kommunikációra, eszközbeszerzésre, működési költségekre is pályázhatnak, utóbbi keretében béreket és rezsit is elszámolhatnak. Ez nagy lehetőség a szervezeteknek, amelyek nagyrészt már tudják is, milyen célokra szeretnének támogatást nyerni. Szeretnénk egy kicsit hosszabban vagy mélyebben foglalkozni majd a egészségneveléssel, a betegség megelőzés kérdésével, ez egyik célterületünk. A másik pedig, hogy a Mózeskosár nevelőszülői hálózat keretén belül szeretnénk egy rendezvénysorozatot indítani vagy megvalósítani azoknak a gyerekeknek és hát természetesen szülőknek a számára, akiknél ugye ilyen gyermekek elhelyezést nyernek. A Vármegyében tavaly 168 millió forintot nyertek a civilek a Nemzeti Együttműködési Alapból. A városi és falusi civil alappal együtt összesen 500 millió forintban részesültek. A városi civil alap már pályázható, 4,8 milliárd forintos keretre várják a beadványokat október 2-áig. 5 zenei, gasztro és gyermekprogramokkal telt szeptember első hétvégéje Ötkőszeghegyaljai településen. Hagyományteremtő szándékkal először rendezte meg a Vasvármegyei Önkormányzat az Asztalkőfesztivált. A Kőszegszerdahelyi Közösségi Ház udvarát kisgyermekes családok vették birtokba. A kézműves asztaloknál bőrdísztárgyakat, megymagpárnát és nemezlabdát is készíthettek a kicsik, de lehetett körhintázni és fajátékokkal játszani, miközben a színpadon zenés-táncos produkciók váltották egymást. A 12-14 éves fiatalokból álló szombathelyi Sunday Brunch zenekar pop és rock zenét játszott nagy sikerrel, de a hétvége folyamán néptáncosok, tamburások, bábosok is felléptek. Az Asztalkőfesztivál tematikus helyszínei közül a gyerekudvar volt az egyik legnépszerűbb. Ez volt talán az egyik, ami fix pont volt a tematikus udvarok között, tehát az elsőként született meg az ötlet arra, hogy velemben a népművészeti vonal, és hogy valahol pedig egy gyermek vonal mindenképpen jelenjen meg. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a családok bevonása. Az öt helyszín, Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló, Velem, Bozsok és Cák között kis vonat szállította az utasokat. Pogácsát is csak ünnepeken sütöttek, legtöbbször csak üreset, mert töltelék csak a gyeles ünnepeken volt, a kőt pogácsába.
A Cáki Pince sornál rendezték be a gasztroudvart, itt mutatták be Majtényi László Vasi ételek című könyvét, ami helyi receptek gyűjteménye. A vargánya levestől a gombás hajdinakásán át a tejfölös rétesig számos étel megtalálható benne. Van bent a levestől a desszertig minden, tehát a főételek, kásák, főzelékek, minden van bent. De van bent népi étel is. De a vasi étel az nem csak népi étel, tehát ezt itt az előszoba próbálom tisztázni, hogy vasi étel az, ami helyi alapanyagokból készül, helyi szokások alapján. És itt a fő hangsúly most a helyi alapanyagokon van. A vármegyei közgyűlés elnöke látványfőzéssel is készült, borjúmáj volt a menü hetyei hagymával, paprikával, paradicsommal, zöld fűszerekkel, helyi borral és saját készítésű konyakkal. Hova mész te, kis nyulacska, ingyom, ingyom, báliben, dodáliben, báliben a kocsmában. A répcementi férfikar tagjai tárogató kísérettel nótáztak, a finom borok és ételek a jó kedvet is meghozták. Csodálatos ez a Cáki Pince sor, én megmondom őszintén, ma vagyok életemben másodszor is, és mindenkinek olyan gyönyörű helyre, nagyon szép és hangulatos, amint látjuk. A fesztivált először rendezte meg a Vármegyei Önkormányzat a Közös Jövőnk Vas Vármegye című pályázati program támogatásával. Készült egy térkép és egy kis úti könyv is, 50 kiemelt vármegyei érték mentén lehet kirándulni a vasi tájakon, minden állomáson értéktábla igazít útba, az útlevélbe pedig pecsételni lehet, aki mindet összegyűjti, ajándékot kap. Ezeknek az értékeknek az identitás erősítéséhez van köze, tehát nem olyan értékeket választottunk, ami turisztikai vonzerő, hanem olyan, amelyik büszkeség, tehát az identitás erősítését segíti. A Velemi Népművészeti Udvarban néptáncosoké, népzenészeké volt a színpad, ott jártunkkor épp a Bogja és az Ungareszka lépett fel. A fesztiválon Sebestyén Márta, a Soul Wave és Charlie koncertje volt a fő zenei program. Hazavárták az elszármazottakat, falunapot ünnepelt Répce-Szentgyörgy. Zene és tánc, díszpolgárok és prominens vendégek, finomságok és kiállítás. No és persze a helyi értékek is fókuszba kerültek a település ünnepnapján. Akrobatikus rock'n'roll kezdte a műsor folyamata a Répce-Szentgyörgyi falunapon, amely történelmi kitekintéssel és az elődök tiszteletére hívó felhívással kezdődött a nyár utolsó szombatján. Répce-Szentgyörgy település keletkezését a 13. 14. századra tehetjük. Ősi magyar szállásbirtok, majd a 18. század végétől országos vásár megtartására kapott engedélyt, mely egyben azt is jelentette, hogy mezővárosi rangra emelkedett. Múltunk tiszteletre méltó és felemelő. Mindannyian tudjuk, hogy szeretett településünket nem a kövek, s nem a mögöttük álló évek száma, hanem a benne levők személyisége tette maradandóvá. Répce-Szentgyörgy hazavár, ez volt az ünnepség jelmondata. És érkeztek nem csak elszármazottak, de olyan vendégek is, akik az elmúlt 30 évben legfeljebb átutazóként jártak itt. Akkoriban működött a Szentgyörgy horvát kastélyba egy akadémia, ugye a mostaniakat megelőzve, a korát is megelőzve, ugye Répce-Szentgyörgy akkor ismer volt, én hobbiból, sporttal is foglalkozom, és arról volt ismeretes, hogy Répce-Szentgyörgyön egy kitűnő akadémia működött, talán így hívták Haladás Akadémia akkori kezdeményezés, ugye a vasiak mindenben az élejárnak, sajnos ez az akadémia már megszűnt. A legnagyobb probléma az talán, itt a helyektől is hallottam, hogy ez a gyönyörű szép kastély, ugye külföldi tulajdonba került a csodálatos parkjával együtt, és most üresen áll, és nincs hasznosítva. A mindennapok számbavételére és jövőbe tekintésre is alkalmat adott Répce-Szentgyörgy ünnepe. Minden egyes célt, minden megvalósuló tervet soha nem látott akadályokon keresztül lehet csak megvalósítani. Kiállítást nyitottak a falunapon, a papírfonó szakkör alkotásait mutatták be, sőt a tárlat még a napokban látogatható. Fókuszba kerültek tehát a helyi értékek Répce-Szentgyörgyön.
ez a helyi értéktáron alapuló dolog. Nyertünk egy pályázatot, és annak a végrehajtása is a mai napon történik. Tehát ahol a helyi értékeket még jobban bemutatjuk, vannak helyi értékes kiadványaink, helyi értéknek tekintjük minden helyben megszületett és azóta is ápolt értéket, és ezeknek a méltó továbbvitele ez a pályázatnak a célja. Répce-Szentgyörgy hazahívó programja természetesen a felhőtlen kikapcsolódásról és a szórakoztató programokról is szólt. Kész csoport alakult Bükön. Szalai Gábor a Szent Kelemen templom plébánosa kezdeményezte a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának létrehozását. 1989-ben Budapesten alakult az első ilyen közösség. A büki már is ökumenikus és közéleti szerepvállalásra törekszik. Bőjte Csaba büki előadása volt az egyik első rendezvénye a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége büki csoportjának, amely már is ökumenikus. Tehát a Készről igazából, amit elmondhatunk, egy országos szervezetről van szó, amely közel 30 évvel ezelőtt jött létre. Igazából feladatának tekinti az evangélium hirdetését, és Isten igazából tehát mindennapi problémáinkra megfelelő adekvát megoldásokat találni ennek a jegyében. Fontosnak tartja az ökumenizmust is, tehát ezt itt helyi szinten mi is szeretnénk majd megvalósítani. Amikor 19 fővel sikerült ezt a kis helyi csoportot megalakítanunk, már kettő evangélikus felekezethez tartozó testvérünk is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, úgyhogy én azt gondolom, hogy egész nyugodtan beszélhetünk az ökumenizmusról már most is, de nagy reményeink vannak abban, hogy ez tovább fog bővülni, illetve tehát látva a Csaba testvér előadását, illetve hogy milyen sokan eljöttek és kíváncsiak voltak rá, azt gondolom, hogy sikerülni fog a bővülés. Országos összehasonlításban is rendkívül fiatal a büki kész csoport, amely közéleti szerepvállalásra is törekszik. Hát a céljaik között szerepel elsősorban, hogy hasonló színvonalú programokat szervezünk, akár itt vallási alapon, de nem feltétlenül ez lesz a célunk, tehát nem csak vallási alapon szeretnénk programokat létrehozni, hanem a kulturális terület bármely szektorában, illetve szeretnénk ilyen szempontból egy kicsit kiegészítést nyújtani a város, illetve a környéknek a kulturális életébe, hogy nagyon sok fiatal, tehát serdülőkorú fiatal is érdeklődés mutat az iránt, hogy szívesen csatlakozna, szívesen a köreinkben vannak, családi rendezvényeken is a fiatalok ugyanúgy jelen vannak. Cél a fiatalok megszólítása, ehhez a büki csoportban ifjúsági referenst választottak. Azt gondolom, hogy a mai fiatalság kedvét nagyon nehéz olyan irányba terelni, ami hosszú távon értéket tudna képviselni, illetve jövedelmező tudna lenni az ő számukra. A kereszténység különösen nehéz téma napjainkban, mert nagyon sok olyan dolog van, ami elvonja a mai fiatalság figyelmét a fontosabb dolgokról, ilyen, mint a közösségi média, esetleg a szórakozóhelyek, bulik, amikre nyilván mind szükség van, ugyanakkor az alapvető értékek valamilyen szinten ezeknek köszönhetően háttérbe szorulnak. Fel van adva a lecke, és nagy kihívás lesz, de én úgy gondolom, hogy vannak olyan módszerek, előadók, akik fel tudják kelteni a mai fiatalság érdeklődését, akár a közösségi médián keresztül, akár személyes előadásokon. Úgyhogy meg fogjuk találni az utat ahhoz, hogy minél több fiatalt meg tudjunk szólítani. A büki Szent Kelemen templomban tartott előadást Bőjte Csaba ferences rendi szerzetes, a gyermekmentő Dévai Szent Ferenc alapítvány létrehozója. A Magyar Becsületrenddel kitüntetett Csaba atya a helyi Kész csoport meghívására érkezett a fürdővárosba.
Bőte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között tengődő gyermekek felkarolása. Jelenleg 900 gyermekről gondoskodik intézményeiben, és további százakról nevelőszülői rendszerben. Több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben helyezték Dévára, ahol oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. Az általa létrehozott alapítvány 30 éve működik. Az évek alatt több ezer gyermeknek az alapvető életfeltételeken kívül taníttatásukkal is foglalkozik, ebbe vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik. Nem kevesen egyetemre is bejutnak közülük, csak nem 1000 munkatársa van. Lehet valaki vérszerinti apa is, de ugye például Szent József Isten akaratából lett a kis Jézus apja. Ne félj befogadni ezt a gyermeket. És József befogadta, és valóban így atya lett a kis Jézusnak. Most ilyen Józsefi értelemben érzem én is magamot atyának. Hát ugye a 30 év alatt ugye a kollégák számolták, közel 6000 gyereket fogadtunk be. Persze volt, aki csak egy néhány évre, aztán volt, aki évtizedekre. Tehát, hogy van, aki 10-15 évre, míg ugye óvodáskortól eljutott az egyetemig, meg mindent. De úgy van, amikor a gyerek otthonból valaki kirepül, az csak ott marad, mert hát hogy mondjam, legtöbbnek nincs más családja, hívnak esketni, keresztelni, mindenféle ünnep van. Már a tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában, Magyarországon, Nyugat-Európában, sőt a tengeren túlon is. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepe alkalmából az államfő Novák Katalin a magyar becsületrendet adta át Bőte Csaba ferences rendi szerzetesnek. Becsületrend, és mondtam is Novák Katalin asszonynak, hogy hazamegyek, és ezt jól feldarabolom, legalább 10 000 darabba. Kérdeztem, miért mondom, hogy hát van majd 6000 gyerekem, ők is egy-egy darabot megérdemelnek, mert hagyták, hogy neveljem kollégáknak, nekik is, hát végül is segítettek, és főleg a támogatóknak, mert ugye hosszú évekig, évtizedekig tényleg nem kaptunk semmi támogatást a román államtól, és bizony, amikor 2-3 000 gyereknek enni kell adni naponta, azért oda sok jó embernek az összefogása kell, úgyhogy én azt gondolom, ezt a díjat én vettem át, de igazából a magyar nemzet kaptam. A becsületrenddel kitüntetett Bőte Csaba augusztus 23-án a Keresztény Értelmiségiek Szövetség helyi csoportjának meghívására érkezett Bükkre. Negyedik alkalommal rendezték meg a Vasvár megyei méhésznapot Szombathelyen a Kámoni Arborétumban. Megkoszorúzták a Sági Mihály emlékoszlopot, szakmai előadásokat és főzőversenyt is szerveztek. Az esemény jótékony célt is szolgált. Incsiklandó illatok szálltak a Kámoni Arborétumban. Szombathely és a szomszédos települések méhészei gyűltek össze, hogy főzőtudományukat is összemérjék. Az, ami készül van, az zuzapörkölt. Vasmegyei módra. Mert ugye nem mindegy, mindenhol máshogy készíti. Így megadjuk a fűszer, amennyi belejár, és kóstolgatjuk, ha még, de van egy kis csapatunk, aki bírál, megmondja, hogy na még az kell bele, az kell bele, aztán azon vagyunk, hogy finom legyen. A Vasvár megyei méhésznapot idén negyedik alkalommal rendezte meg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szombathelyi szervezete. Az eseményt mindig a szezon végére időzítik, szórakoztató programokkal, szakmai előadással készülnek a vendégek számára. A rendezvényen bemutatkozott Csapó Noémi, a mészkirálynő második udvarhölgye, és idős méhészeket is köszöntöttek. A méhész szezon ilyenkor a javarészébe lemegy. Tehát egy kicsit, hogy a méhészek maguk között legyenek, kilazuljanak, a méhészeknek a többsége meglehetősen magának való ember, el van egész nap az erdőben a méheivel, és itt viszont el tud jönni, tud szakmai előadásokat hallgatni. Minden ilyen alkalommal hívunk két szakmai előadót, akik a délelőtt folyamán megtartják az előadásaikat, új ismeretekre tehetnek szert a méhészek, meg egymás között is tapasztalatcserét tudnak végrehajtani. A méhészek
méhésznapnak jótékony célja is van. A termelők felajánlhatnak saját mézükből, az összegyűlt üvegeket pedig minden évben más intézménynek kínálják fel. Idén a kőszegi Dr. Nagy László gyógypedagógiai intézménynek juttatják el az adományt. Negyedszer szervezték meg hétvégén a felső csatári határőr találkozót. Közel 60-an nosztalgiáztak együtt jó hangulatban, akik egykor az osztrák-magyar zöld határsávot őrizték. Multidéző beszélgetéseken emlékeztek a szolgálatban eltöltött időre, megkoszorúzták a faluban álló emléktáblát és felkeresték az egykori őrs épületeit. A felső csatári önkormányzat épülete előtt gyülekeztek szombaton délelőtt az egykori határőrök, valaha mind itt szolgáltak a faluban. A zöld határt vigyázták és ügyeltek a lakók biztonságára. Volt, aki sorkatonaként rövidebb ideig, mások hivatásosként voltak az állomány tagjai. De belül lassan, fészken, titkosan, a szavak mégis gyűlnek, gyűlnek. Jó szívvel emlékeznek az itt született barátságokra, az összetartó közösségre, és igyekeznek ápolni a kapcsolatokat. 2015-ben szervezték meg először a találkozót, ez a mostani már a negyedik volt a sorban. Első körben az az állomány jött zömében, akik akkor voltak határőrök, amikor én itt törzsparancsnok voltam. De most már van itt az a 73-as, 75-ös, vannak 90-es korosztályok is, tehát elég széles, és mindig bővül, és mindig egyre többen leszünk. Koncér Katalin felsőcsatár polgármestere arról beszélt, hogy a határőrök jelenlétének köszönhetően biztonságban élhettek az itteniek, az ajtókat sem kellett zárni. A határőrök a falu életének részeivé váltak, ha kellett, felhasogatták az idős lakók téli tüzelőjét, vagy kenyeret szállítottak a helyi boltba, de még a foci csapatban és a néptánc csoportban is szerepet vállaltak. Fontos volt a falu életében az őrsnek a működése. Koszorút helyeztek el az emléktáblánál, amit a felső csatáron szolgálatot teljesített határőrök tiszteletére állítottak 2015-ben, majd átsétáltak a régi őrs épületéhez. Beszélgettek az udvaron, felidézték a régi időket, amikor még a parancsnoki szárny és a körletek is élettel teltek meg. Én itt voltam hát a régi őrsen, itt voltam sofőr. Hát szép rá emlékszik az ember is. Régi dolgokra. Csak jó emlékeink vannak. Azt lehet elmondani, hogy ez egy nagyon zárt közösség volt, nagyon kis őrs volt, itt a környék talán legkisebb őrse volt, viszont nagyon korrekt és nagyon baráti volt a kapcsolat köztünk. 40-50 fős határőrállomány szolgált felső csatáron. Határsértők ellen kellett fellépniük, nem túl gyakran. Ahogy mondják, a falu a nyugalom szigete volt már akkor is. A 90-es években az NDK-ból és Romániából érkezettek próbáltak meg néha itt átszökni Ausztriába. A határnak az a szakasza volt, ami azért nem járt mindennapos problémával a határőrök számára, de amiért szerintem a béke szigete az az volt, hogy itt akkoriban egy olyan vezetés volt és egy olyan társaság, amikor mi úgy talán barátokká, lehet, hogy egy családdá kovácsolódtunk. A találkozó résztvevői felkeresték az 1988-ban átadott új őrs épületét is, ami a 90-es évek végéig működött, és most üresen áll. Majd túrával és jókedvű eszemiszommal folytatódott a rendezvény, még vasárnap is. Hogy tartsa meg ünnepi beszédét. 6 bemutatót tervez a 2023-24-es évadban a Mesebolt Bábszínház, ebből 3 Lázár Ervin mese lesz, hangzott el az évadnyitó társulati ülésen. Nincs könnyű helyzetben a Bábszínház, új produkciók kizárólag a sikeres pályázatokból valósulhatnak meg, ezért meghirdetik a Fogadj örökbe egy előadást című támogatási programot cégek, magánszemélyek részére. Az egyik új előadás a Manó gyár díszletei között tartották az évadnyitó sajtótájékoztatót a Mesebolt Bábszínházban. Lázár Ervin meséjének október 8-án lesz a bemutatója. A népszerű szerzőtől még 2 másik történetet is színpadra állítanak. Egy kicsit szeretnénk jobban megismertetni a nézőket Lázár Ervin világával. Így a Manó gyár, amelyik már most elkezdtük a próbáit, majd folyamatba lesz, és már próbáljuk a Szegény John és Árnika című előadást. Ez egy szólójáték lesz Lukács Gábor kollégánk számára.
január-februárban próbáljuk a Habci király című meséjét Lázár Ervinnek. 6 premiért terveznek ebben az évadban. Dániel András Megették az Ovid című darabja ősbemutató lesz. Az ABC animációs játék a betűkkel a zalaegerszegi Griff Báb Színházzal együttműködésben készül. Baka István a Kisfiú és a Vámpírok című ifjúsági művét pedig a Kőszegi Várszínházzal és a Szekszárdi Német Színházzal közösen állítják színpadra. Az óvodás és kisiskolás bérletben 4-4, a Vasi Mese bérletben 3 előadást kínálnak. Több darabot is felújítanak és műsoron tartanak. Horváth Soma alpolgármester elmondta, az önkormányzat megállapodást kötött az MMIK-t üzemeltető alapítvánnyal, így a Báb Színháznak 3 évig biztos a helye, az állammal pedig jövő év végéig él a támogatásról szóló szerződés. A Báb Színház ugyanis közös fenntartású művészeti intézmény. Az elmúlt 3 évben az önkormányzat folyamatosan próbált hozzátenni a Báb Színháznak az önkormányzati támogatásához. Ami egy kicsit problematikusabb volt, hogy az állam viszont csökkentett ezen. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy 1-2 millió forinttal több támogatást ad egyébként az önkormányzat a Báb Színház működéséhez. Én azt tudom mondani, hogy mi, amit tudunk, továbbra is a jövőben megteszünk. Az állami és az önkormányzati hozzájárulás bérekre és üzemeltetésre elég. Új produkciók csak a sikeres pályázatokból és a saját bevételekből születhetnek. A Báb Színház erre az évadra egy újfajta támogatási program ötletével áll elő. Olyan közösségi formát próbálunk meghirdetni, ami a Fogadj Örökbe egy előadást magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, vállalatoknak, cégeknek, hogy beszállhatnak egy-egy előadás finanszírozásába, mint örökbefogadó szülők, ugyanúgy hasonlatos módon, mint az állatkertben is van erre lehetőség. Miért nem működhetne ez itt a városban, megyében? Kovács Gézának ez az utolsó évada igazgatóként, mandátuma 2024. július 1-jéig szól, a pályázatot még idén ősszel kiírják. Ő maga Csató Katát, a Habci király rendezőjét ajánlotta a posztra, de a végső döntést a minisztérium hozza meg. A sajtótájékoztatón elhangzott, az MMIK félbemaradt felújítása nem befolyásolja a Báb Színház működését, megújult, légkondicionált terekkel várják a nézőket, és külön oldalbejárat kialakítását is tervezik. A Báb Színház most vasárnap 14 órától szervezi meg hagyományos évadnyitó családi programját a főtéren. A nézők a Kisgömböc és a Hazudós egér mellett láthatják az zalaegerszegi Báb Színház Csalóka Péter című darabját, továbbá táncbemutatókat és papírszínházi előadást is. Teljesítménytúra, Oladi őszköszöntő, kékfutás, versmondó találkozó, jótékonysági nap Gréta gyógyulásáért, kutyakiállítás és nyugdíjasoknak szóló programok. Szeptemberben is aktívak a civil szervezetek. Aktuális rendezvényeiket ismertették a hagyományos sajtóreggelin. Érdemes túrabakancsot húzni szeptember 9-én, 5 féle távot lehet teljesíteni a Kőszegi hegység legszebb részein. A teljesítménytúra reggel 7 órakor indul a Jurisics várból. Ugyanezen a napon tartják a hagyományos őszköszöntő családi napot az Oladi iskolák udvarán, lecsófőző versenyt hirdetnek, a gyerekeket pedig ingyenes kézműves foglalkozások és mese előadások is várják. Szintén most szombaton 9:30-kor startol a kék futás a Vasi Skanzenben, a csónakázótó körül róják majd a köröket tetszőleges távon. Emellett egészségügyi szűrővizsgálatokon, tanácsadásokon is részt lehet venni. A program az autizmussal élőkre irányítja a figyelmet. Úgy gondoltuk, hogy ne csak a futókat, a futni szeretőket kapcsoljuk be a programba, hanem a családtagjaikat is, a gyerekeket is, illetve mindenkit, aki akár egy közösség épít, rendezvény keretében szívesen velünk együtt lenne, hiszen tényleg ennek az eseménynek az a lényege, hogy felhívjuk az autizmussal élőkre, a családjaikra a figyelmet, láthatóvá tegyük őket. Az Irotkő Naturparkért Egyesület aktív családi hétvégét tart szeptember 9-én Cákon, túrával, borkostolóval, tambura koncerttel, kézműveskedéssel. Szeptember 23-án versmondó találkozót szerveznek Nagy Gáspár, József Attila díjas költő tiszteletére Bér-Baltaváron és Nagy-Tilajon. Fejet hajtanak a sírjánál és elszavalják költeményeit az 5 éve ültetett versfáknál. Gréta a mi hősünk mottóval rendeznek jótékonysági napot szeptember 23-án délután a Nardai Plébánia kertben. 15 vasi önkormányzat, több civil szervezet és vállalkozás fogott össze, hogy segítsék Gréta gyógyulását.
A Pornóapátiban élő kislánynál 4 évesen diagnosztizáltak kóros agyértágulatot, 2 műtéten már túl van, a további beavatkozásokat egy pozsonyi magánklinikán végzik el. A költségeket a család nem képes önerőből kifizetni, ezért várják az adományokat. Van egy olyan különleges orvosi eljárás, hogy a combján keresztül bevezetnek egy katétert, és így is el lehet végezni a szükséges agyműtétet. És Grétának nagyon-nagyon jó esélye van a gyógyulásra. Most jelen pillanatban ő folyamatosan kommunikál, szépen beszél, egy kedves, aranyos, barátságos kislány. Gellén Tibor emlékére szervez kutyakiállítást a Pannon Kutyasport Egyesület szeptember 23-án és 24-én a Vasszécsényi Óebergényi Kastély udvarán. Mind a 10 fajta csoportban bírálnak majd kutyákat, és a kiállítás legszebb 4 lábúját is megválasztják. A Nyugdíjas Szövetség most pénteken játékos sportvetélkedővel, szeptember 16-án az Ilauszki emlékversennyel, 22-én főzőversennyel várja a tagegyesületeket, 26-án pedig kirándulást szerveznek Muraszombatra és az Őrségbe. Azt a célt szolgálják, hogy legyünk együtt, érezzük jól magunkat, közösségi együttlét legyen, meg hát egy kis vetélkedés is nyilvánvaló. A civil központ rendezvényei közül a korábbról elhalasztott aktív családi napra hívták fel a figyelmet, ami szeptember 23-án lesz a Jeli Arborétumban. Önök a Vasi Kaleidoszkópot, a Vármegye magazinját látták. A műsort készítő szerkesztőségek nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!